Köszöntöm Önöket, a Bonyhádi Naplót látják! Egészen fantasztikus élményben lehetett részük azoknak, akik október 12-én jártak a Maros gazdaboltban vagy annak környékén. Az utcán egy fiatal férfi láncfűrészekkel faragott szobrot, néhány méterrel arrébb pedig mások mellett egy óriási kipufogócsővel felszerelt motoros fűrésszel és annak két igen ügyes kezű használójával is találkozhattak. Varga Norbert a faszobrokat láncfűrésszel faragó fiatalember volt a Maros gazdapolt vendége november 12-én. Első látásra is feltűnik, hogy bizony nem egyszerű famunka az, amit Norbi ezekkel az első pillantásra durva gépeknek tűnő eszközökkel csinál. Bármennyire is meghökkentő, a pécsi származású fiatalember felesége unszolására választott lakhelyükön a Velencei tónál alkotta meg első szobrát. A feleségem erőltetett, hogy csináljak valamit, látta ő már itt Pécs környékén a családnak csinált munkáimat. Ebben találtam meg a fantáziát. Hozzáteszem, hogy a vésős fafaragást tartom a fafaragásnak. Hihetetlenül hangzik, de a láncfűrészes fafaragásnak nemzetközi szinten már több mint 50 évre visszatekintő múltja van. A műfaj igazi nagyágyai kanada-alaszkai erdőkkel gazdagon borított részén alkotnak. A különös alkotói módot Magyarországon Norbi honosította meg. Én 2,5 éve foglalkozok ezzel. Akkor még kevesebben voltunk Magyarországon, tehát nagyjából a két kezemmel meg tudom számolni, hogy ezt hányan üzzük úgy komolyabban. Norbi különleges munkáira a lakóhelyén hamar felfigyeltek, sőt a helyi önkormányzattól egy nem mindennapi, mindkét fél számára kedvező segítséget is kapott. A falu, ahol élek, az Pázmán, tehát Velencei tó mellett. A polgármester asszonyunkat bombáztam meg tulajdonképpen azzal, hogy van egy csomó beteg fa a faluba, hogy hadd faragja meg őket. Mind gyakorlás, mind tapasztalatszerzés szempontjából. Igazából ennek a legnagyobb kultúrája külföldön az az, hogyha van egy veszélyes fa, ami mondjuk kivágásra ítélt, vagy mondjuk egy viharkáros fa, aminek csak ott marad egy fél méteres, méteres, két méteres darabja egy vihar után, azt igazából ott az ottani önkormányzatok megfaragtatják. Ezzel a különleges, óriási kéménnyel felszerelt fűrészsel pedig már a Fűrészmánia nevű internetes videócsatorna két megalkotója tartott bemutatót. Úgy indult ez az egész YouTube-ozás, hogy voltak olyan láncfűrészek, amikről nem találtunk semmiféle anyagot az interneten. És akkor hoppá, rájöttünk, hogy nekünk van ilyen láncfűrészünk, akkor miért ne csinálunk róla videót? És így indult ez az egész. A srácok szintén nagy rajongói annak a gyártónak, akinek a termékei mostantól már a Bonyhádi Maros gazdaboltban is megvásárolhatóak. Teljesen széles a spektrum, tehát a hobbi kategóriától egészen a professzionális felhasználású termékekig, ez mind igaz a lánc, tehát fűrészmániaként a láncfűrészek esetén beszélhetünk erről, de amúgy igaz ez a fűkasszák és egyéb kerti gépek esetén. Egy olasz gyártó, egy tradicionális gyártó, annak ellenére, hogy Magyarországon nem túl sokan ismerik, most kell szerintem így felnyílni az emberek szem, hogy létezik ez a márka is. Egy olasz gyártó, 1972 óta gyárt láncfűrészeket, a mai napig. Az otthoni és a hobbi félprofi kategóriában sokkal jelentősebben jelen van. Az olasz mentalitást azt mindenki ismeri. Az olaszok dinamikusak, az olaszok szenvedélyesek, az olaszok szeretik az életet élvezni, és ezekben a gépekben, magában a dizájnban, a teljesítményben ez mind érződik. És a felhasználók, akik vásároltak már ilyen terméket, ők mind-mind azért járnak vissza olajomakot vásárolni, mert tudják, hogy az előd, amit megvettek, az bevált gép, és megbízható, szervizelhető, és hosszú távra van tervezve. A Maros gazdabolt vezetői és munkatársai hosszú ideje nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy igazán partnereiként tekintsenek a hozzájuk betérőkre és a tőlük vásárlókra. Mint mondják, nekik ez az igazi erősségük. Szeretnénk az embereket megérinteni avval a lehetőséggel, hogy kézközelből, saját szemükkel, kezükkel, esetleg fülükkel tapasztalják meg azt, hogy mit lehet egy-egy gépből, technikából kihozni, bemutatni, amit meg akarnak esetleg vásárolni, használni szeretnének otthon. Lássák, hogy mit tud, ne otthon derüljön ki, hogy hát nem is erre gondoltam a valóságban. Jöjjenek el, nézzék meg, döntsék el, igen, ez tetszik, szeretném elvinni, kipróbálni, esetleg és utána otthon használni. A családi vállalkozás nem csak a nevében fordít nagy gondot, a közvetlen, bensőséges, mondhatni igazán ügyfélközpontú, jól átgondolt üzletpolitikára.
szeretnénk és igyekszünk is megteremteni azt a hangulatot, azt a környezetet, ami ezt a bizalmat táplálhatja. Valóban sok időt fordítunk arra, hogy amit kínálunk az üzletben, abból legyünk fölkészültek, olyan termékpalettát választunk, amihez mi magunk is fölérünk. Konyhából kicsapó lángok, gomolygó füst, robbanás veszélyes gázpalacka tűzben, miközben egy nő ájultan hever a konyha közepén. Ez egy tűzoltónak sajnos nem különleges helyzet, hanem egy helyzet, ami azonnali megoldást igényel. Önkéntes és hivatásos tűzoltók teszik kockára az életüket nap mint nap, közhelyesnek tűnik a mondat, de vajon mi kívülállók belegondoltunk-e az önfeláldozásba, ami kiteszi hivatásukat, munkájukat, mindennapjaikat? Mi vajon kockáztatnánk? Ó, füst van ott meleg is. Márpedig azért öltöznek a bonyhádi tűzoltók menetfelszerelésbe, mert a város egy épületében füstöt jelentettek, akkor pedig tűznek és melegnek is lennie kell a helyszínen, ahova a tűzoltók már el is indulnak. A csapat egy része szereljen egy sugarat kívül. A bonyhádiakra gondoltam. Bonyhádiaktól két fő még bemegy segíteni az ófalusiaknak. A tűzoltó parancsnok eligazítást tart a helyszínen. Egy ház konyhájában ütött ki tűz, egy személy bent van, valószínűleg eszméletlen, illetve a gázpalack a konyhában bármelyik pillanatban robbanhat. Gáz elzárva, egy személy a helyszínen betartózkodik, a mentését megkezdik véde. A tűzoltóknak ez a mostani mondhatni mindennapi káresemény, jelen esetben azonban szerencsére nem élesben, hanem egy gyakorlat keretében kell menteniük és oltaniuk. A gyakorlat célja az volt, hogy konyhában egy hölgy tüzet gyújtott, ő bent ragadt, sérültként kihozták, és a tüzet a kiérkező tűzoltók eloltották, és egy gázpalackot is kihoztak, meg a hölgyet is. Ez egy számunkra ismeretlen helyszín volt, több helységgel, és így a tűzoltók nem tudtak előre fölkészülni a bent lévő feladatokra. A gyakorlatot a bonyhádi hivatásos, illetve az ófalusi és bonyhádi önkéntes tűzoltók együttesen végzik. Az éles helyzetek szimulálásán és mentési gyakorlaton kívül másik fontos célja a mostani eseménynek, hogy az emberek jobban megismerjék a tűzoltók munkáját, illetve hogy az önkéntes tűzoltók feladataival és hatáskörükkel is jobban tisztában legyenek. Egy esetleges káresetnél kint vagyunk, nem tudják általában az emberek megkülönböztetni az önkéntes tűzoltókat és a hivatásos tűzoltókat. Az önkéntes tűzoltók abból másak, mint a hivatásos tűzoltók, vagy a nevében is benne van, hogy önként vállaljuk azt, hogy más emberek segítségére menjünk és segítsünk rajtuk. Szeretnénk, hogyha esetleg minél többen kedvet kapnának ehhez, és esetlegesen jelentkeznének önkéntes tűzoltónak, szívesen látnánk őket. A tűzoltó gyakorlat fennakadás nélkül gördülékenyen és profi módon zajlott. Idén a bonyhádi tűzoltók további gyakorlatokat szerveznek, illetve terveik között szerepel, hogy a nagy közönségnek, magánembereknek, iskolásoknak előadásokat, tűzvédelmi oktatásokat szervezzenek. Ezzel is víve nem csak a sok esetben életeket mentő információkat, hanem bepillantást is adva az önkéntes és a hivatásos tűzoltók munkájába, mindennapjaiba.
Pályorientációs napot rendeztek általános iskolás gyerekeknek Bonyhádon, stábunk a helyi önkéntes tűzoltókhoz kísérte el a kicsiket. Nem mindennapi látvány fogadta stábunkat néhány napja bonyhádi önkéntes tűzoltók laktanyájában. Az épület legnagyobb termét kisiskolás diákok töltötték meg, akik dermedt figyelemmel hallgatták a lánglovagok vezetőjét. Az iskolában pályorientációs nap volt, ami keretében a diákok ide jöttek hozzánk megnézni, hogy mi a tűzoltók felszerelése, mivel foglalkoznak, és a végén csináltunk itt a tanteremben egy gyors tesztet. A tudásukat felmérni. Úgy érzem, hogy a tűzoltóautó az nagyon érdekli őket, a tűzoltó ruhák is. A felszerelésnél még nem igazán tudják, hogy mi mire való, nagyjából azért elmondtuk nekik, de fogékonyak igen. A bonyhádi önkéntes tűzoltók nem csak a mostani akcióval igyekeztek jelen lenni a helyiek mindennapjaiban. A közösség megbecsült részvevője a helyi közéletnek. Csinálunk mi is rendezvényeket, amin a civilek, a lakosság meg tudja nézni, meg tudja tudni, hogy mivel foglalkoznak a tűzoltók. Mögöttünk vannak azok a különböző testvérvárosoktól kapott ajándékok, relikviák, de tényleg ez mellett még nagyon sokat járunk kifelé a civil életben is, és mondhatjuk, hogy összetartóak vagyunk, igen. Bár ez a nap igazán kellemesen telt minden érintett számára, az igazsághoz természetesen hozzátartozik, hogy a lánglovagoknak olykor igazán veszélyes helyzeteket is meg kell oldaniuk. Mi úgy nézünk ki, hogy mi csak önkéntes tűzoltók vagyunk, ami Bonyhád közigazgatási területéhez tartozó helyiségekre megyünk. 32-en vagyunk, akik tűzoltók vagyunk, ebből 10-en vagyunk aktívak, akiket mindig el tudunk érni éjjel-nappal bármikor. A bonyhádi önkéntesek ezen a napon nem csak ezzel az egy programmal kedveskedtek a gyerekeknek, a délután során szintén fontos szerep jutott nekik. Délután a Széchenyi Általános Iskolában folytatódott a pályaorientációs nap, ahol 17 iskola mutatkozott be az iskolaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek. A Paksi Eszi iskola standjánál vagyunk. Az orientációs nap Bonyhádon délután a Széchenyi Általános Iskolában folytatódott, ahol a megye középiskolái mutatkoztak be. Érdekes, szemléltető és figyelemfelkeltő bemutatókkal, kiállításokkal is készültek a középiskolák, ami jól bemutatta a pályaválasztás előtt álló gyerekeknek és szüleiknek az iskolákban folyó munkát, szakmai képzéseket és lehetőségeket. A Perczel Suli standjánál folyamatos volt az érdeklődés. Itt diákok és pedagógusok meséltek arról, hogy milyen is a perceles élet. Kétféle szakirányunk van, úgymond az egyik az ilyen elméletibb szakirány a közgazdászok, ügyvitel, titkári ügyintéző, turisztika szak, a másik pedig a klasszikus szakmák, mint ahogy ugye látjátok a hátul a táblánkon is, asztalos, csővezetékszerelő és a többi. Tehát mind a kettő irányba abszolút érdeklődőek voltak mind a gyerekek, mind az itt megjelent szülők. Úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy inkább az egyik, vagy inkább a másik, mind a kettő irányban érdeklődtek nálunk. Az emeleten vagyunk, ez már az Arany János gimnázium terme. A név ugyan változott, a képzés, a pedagógusok és a gimnázium légköre azonban változatlan. Vagyunk, létezünk továbbra is, tehát indítjuk a következő tanévben is a 9. évfolyamunkat, amennyiben a megfelelő létszámú jelentkező bennünket megtalál, és bízunk ebben, hogy első helyen jelölnek, majd meg is tudjuk indítani a 9. évfolyamot. Többen nem tudják eldönteni sem ők, sem a gyerek az, hogy milyen irányultság, tehát milyen szakma iránt érdeklődnének, vagy lefelelne meg nekik, hogy látják a jövőjüket, és többen nyilatkoztak itt most úgy, hogy biztosabbnak látnak egy általános gimnáziumban egy érettségi megszerzését, azután a szakmának a kitalálását. Meg van hallgatva, hogy milyen szakterület felé szeretne menni, próbálok neki segíteni, hogy a későbbiekben is hasznos legyen ez a pár eltöltött év a középiskolába. Nagyon sok lehetőség van, hál' Istennek, nagyon sok szak van, de úgy gondolom, hogy még 14 évesen azért irányítani kell őket, úgyhogy kell a szülői felügyelet, mindenféleképpen Bonyhádon szeretnénk maradni. Nem szeretnénk utazgatni hajnalok hajnalán. Talán még egy kicsit a burokba is tudom tartani őt, úgyhogy reméljük, hogy sikerülni fog az, amit majd döntünk. Kerit néztük, és a közgazdász szakot, azon kívül még az ügyvitelt és a turisztikát. Most azért kaptál képet az iskolákról? Milyen benyomásaid vannak, ami nagyon-nagyon tetszett?
Nagyon mindent elmagyaráztak, úgyhogy kaptunk egyfajta képet ugye az iskoláról, és sport is van, én sportolok itt az iskolában is, úgyhogy ez is egy szempont. És te is szeretnél Bonyhádon maradni? Igen. Mi 2 éve költöztünk Bonyhádra, mi Budapestről költöztünk le, és teljesen tanástalan voltam, hogy milyen iskolák vannak, és milyen feltételekkel. Úgyhogy nekem nagyon sokat, nagyon örülök, hogy van ilyen lehetőség, és abszolút közlékenyek, barátságosak a tanárok is, iskolaigazgatók is, úgyhogy érdemes eljönni. A szekszárdi Kolping iskola sem szűkölködött a bemutatókban. Az egészségügyi szak és a szakács szakma iránti érdeklődést könnyű volt felkelteni a szemléltető eszközökkel. A többségük inkább a szociális gondozói részen a részegszemüveget próbálták ki, de a szakácsaink is elég kedvező kis gyümölcspohárral érkeztek. A virágkötőink egy ilyen kis koszorú bedíszítését jól gondolják át, mert ez nehéz döntés, hogy utána az életben mit szeretnének kezdeni magukkal, és hát annyit, hogy jól döntsenek, csak ennyi, ami a szívükre hallgassanak. A pályaorientációs napon 15 közép- és szakiskola mutatkozott be a Széchenyi Általános Iskolában. A sorban Bonyhád és a környékbeli települések, a megyeszékhely iskoláink kívül ott voltak a Villányi, a Lengyeli, a Palánki és a Pécsváradi középiskolák is. Reggeli torna, egészséges szendvicsek készítése, gyümölcslé és mészkóstolás, előadások a táplálkozás és megfelelő mozgásformák témáiban. Mindez Bonyhádon a Széchenyi Általános Iskola egészséghetének keretében. A mára már hagyománnyá vált programsorozat évekkel ezelőtt egy pályázat kapcsán indult, azóta már önállóan működik, és az éves eseménynaptár kiemelthető az intézményben. Az is probléma, hogyha nem eszünk változatosan. Vajon mit jelent ez? Hogy nem eszünk változatosan. Hogy mindig ugyanazt teszünk. Nagyon ügyes voltál. Illetve, ha nem eszünk zöldséget, teljes értékű gabonát, gyümölcsöket a szükséges mennyiségben. Bonyhádon, a Széchenyi Általános Iskolában a gyerekek az egészséghét programjai után ezt már álmukból felébredve is tudják. Most az iskolai védőnő tart előadást a megfelelő táplálkozási szokásokról a tanulóknak. Az egészséghétnek az iskolában már több éves hagyománya van, elindítója Szabóné Böte Ilona pedagógus. Nagyon fontos és nagyon szeretik a gyerekek az egészséges ételeknek a készítését, tehát a szendvics készítő versenyt, a gyümölcssaláta készít, mézkóstolásunk az épp a mai nap folyamán lesz. Megismerkednek többfajta mézzel, Simon János méhész, aki segít nekünk ebbe a programba. Ostyalapokra csorgatva kóstolják a gyerekek a galagonya, repce, hárs, vegyes és akácmézet. Az aulában nagy a tolongás a mézes edények körül. Nagyon finom! Az évek során nekem tapasztalatom is van, hogy például olyan gyerek, akinek az anyukája azt mondta, hogy nem szereti a gyümölcsöket, itt amikor közösen elkészítették a gyümölcssalátát, akkor utána mondta az anyukája, mondta, hogy otthon is csináljanak ilyet, mert ő nagyon szívesen megeszi. A szendvics készítő versenyünkben meg az anyukák a gyerekekkel közösen készítenek, és nagyon kitesznek magukért, hogy olyan szendvicseket készítsenek, ami egészséges is, és nagyon szép, és a gyerekek nagy örömmel fogyasztják ilyenkor ezeket a ennivalókat. Az egészséghét keretében rajzpályázatot is hirdettek, de volt szendvics készítő verseny, gyümölcslékóstolás és a reggeli torna is a tanulóknak szóló előadások mellett. Úgy veszem észre, hogy a szívesen segítenek a szülők. Most, hogy ez itt hagyomány, már szinte várják ezeket a programokat, és sokan már úgy készülnek, hogy már kinéznek az internetről dolgokat, hogy miben tudnának segíteni. Én ezúton is köszönöm a szülőknek a segítségét, mert nagyon mellénk állnak ebbe a programba. Kicsit mindig variálunk a programokon, főleg a gyerekeknek való tevékenységekbe, a játékokba, újításokat hozunk be.
Régen készítettünk például zöldségszobrokat, és az éveken keresztül nagyon jól működött, de most aztán áttértünk erre a szendvics készítő versenyre, mert már annyira sok ötletet elhasználtak a szülők tulajdonképpen, hogy úgy gondoltuk, hogy térjünk át valami másra, valami kicsit hasznosabbra, ugyanis a szendvicseket a gyerekek utána közösen elfogyasztják, osztálykeretbe, barátokkal együtt. A zöldségszobrok meg gyönyörűek voltak, de hát ugye a végén akkor ki kellett dobni őket, és kicsit sajnáltuk őket, hogy azok a szép szobrok kikerültek. És hát ezért mondom, hogy próbálkozunk egy kicsit mindig valami más dologgal. Az egészséghetet a tervek szerint jövőre is megrendezik az iskolában. Ennyi fért a heti adásunkba, kollégáim és magam nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!